Bemegyünk a sűrűjébe? Bemegyünk a sűrűjébe, a leges legsűrűjébe. Ha nekem valaki azt mondja előzőleg, hogy az idei témák közül az egyik legérdekesebb lesz a gerenda, akkor ezt biztos nem hiszem el, de végülis az lett, köszönhetően például Gabinak. Kezdjük! Amikor az építkezéseknél használatos gerendákról esik szó, akkor a legtöbben még mindig a régi fagerendákra vagy a hagyományos vasbeton gerendákra gondolnak. Ehhez képest a legmodernebb gerendák már két részből állnak. Egy külső papucsnak is nevezett kerámiahéjból és egy belső betonmagból. Hogy melyiknek mi a szerepe és miért roppangatnak például betonkockákat a gerendagyárban, később kiderül, ám egyelőre irány az agyagdepó. A gyár, ahol járunk, egyébként Kőszegen található, ennek később még lesz jelentősége. A kőszegi bánya körülbelül 1 kilométerre található innen. Minden évben onnan bányásztuk ki a téglagyártáshoz használt alapanyagunkat, az agyagot. A kibányászott anyagot pedig a gyár melletti depóban tárolják, azaz deponálják és homlok rakodókkal hordják az üzembe. A termelés megállás nélkül 0-24-ben folyik, de mivel itt vagyunk az osztrák határ mellett, van erre egy német kifejezés is. Hiperangebótban megy a termelés. Hiperangebót? Hiperangebót, ez azt jelenti, hogy nincs megállás. Egyébként esőben és sálban is dolgoznak a gépek, amikor pedig nagy a sár, mint most, akkor az agyag nehezebben is adja magát, muszáj trükköket alkalmazni. Amikor megszoktuk törni, hogy jobb, a nagyobb rögök összetörjenek. Ez a mennyiség olyan 6-7 tonnának felel meg. 6-7 tonna? 6-7 tonna, így van. 3 köbméteres kanál. Az agyagot a homlokrakodó az üzemhez viszi, majd az úgynevezett külső adagolóba önti, és már indul is a következő adagért. Egy nap alatt ugyanis 20-25 ilyen kanál agyagra van szüksége a termelésnek. Figyelj ide, Csabikám, addig haza nem mész innen. Mondom, mit kell csinálni. Cseréljünk helyet. Igen, Gabi hirtelen ötlettől vezérelve átadta a helyét nekem. Meg is próbálom majd vezetni a homlok rakodót, de csak később, most nézzük, mi történik az agyaggal a továbbiakban, illetve először is tisztázzuk, miért is kell az agyag. Ahogy már volt róla szó, az itt készülő gerendák két részből állnak. A belső betonmagot egy külső helybe, vagy ha úgy tetszik, vájúba töltik, aminek az agyag a kerámia, a kerámiahoz pedig ugye kell az agyag. A gyártásba kerülő agyagot először egy egymás után épített durva és finom henger jól megdolgozza, ezzel lecsökken az agyagrögök mérete. Mivel az itteni agyag az ásvány összetétele alapján túl sokat zsugorodna a későbbi szárítás során, szakszóval élve soványítani kell, így adnak hozzá némi homokot, majd az egyneműsödés véget rövid időt pihen az anyag. Ezek után kezdődhet a feldolgozás, aminek első lépéseként, miután átnyomják ezen a krumpli nyomószerű szerkezeten, hát meglehetősen bizarr, de legalábbis érdekes formákat kapunk. A téglagyárban ugyanez szürke volt, ugyanebben az állapotában. Tiszavasváriban, ahol jártam, itt teljesen barna. Ez az agyag fajtája határozza meg. Kégetett téglát, hogyha megvizsgálod, akkor látni fogod, hogy a kőszegi gyárba készült tégla, az nagyon vörös, igazi téglavörös színe van. Vasoxid? Ez a magas vasoxid, így van. Jó, tehát akkor ez agyag és homok összekeverve és kipréselve. Homok megfelelő arányba összekeverve, homogenizálva, megfelelő víztartalommal beállítva. Amikor ez megvan, jöhet a formázás, a prést negatív szerszámján átpréselik az anyagot, ennek révén egyrészt kialakulnak a vájatok, ahol majd a beton kerül, másrészt hosszában ketté is vágja a gép a darabokat. Ezután jöhet a szárítás a szárítóban. Ez a kiégetés előtti utolsó állomás. A 48 órás szárítás során az agyag nedvességtartalma drasztikusan lecsökken. A kiégetés egy alagút kemencében kerül sor, aminek a hossza 73 méter, a tetején pedig hatalmas gázégőket látunk, ezek biztosítják a hőt. Alattunk sok 100 Celsius fok van, mennyi pontosan? 850 fokon égetjük a téglát. Itt nyeri el a végső színét a téglavörös szint. A kemence három fázisból áll. A legelső fázis a felmelegítési fázis, ott kettő darab égősorunk van, ami szikragyújtású, utána az égetési fázis következik. Ott ez van alattunk most? Így van, az van alattunk. Ott öt öngyulladó égősorunk van, és ezt követően a hűlési fázis következik, a hűtési fázis. Ott a hulladékhőt leszívjuk a tégláról, és átküldjük a szárítóba, és a szárítóba
ezzel a hulladékhővel szárítjuk meg a téglánkat. Tehát felhasználjátok azt a hőt is, ami a végén amúgy eltávozta. Így van, pontosan. Amíg a tégla égetése zajlik, nézzünk vissza Gabihoz, hisz most van idő teljesíteni a felajánlott próbakört. Na figyelj, kéziféket én ki, a gázfék az úgy gázfék. Atya itt, nagy gém, magad fele húzod, emeled, azt előre tolod, akkor leteszik. 5 éves korom óta várok erre. Igen. De minden kisgyerek nem. Hát ezt nem hiszem el, Jó felé? Jó felé megyünk, próbáljunk rajta maradni az úton, az árkokat elkerülve. Ausztria irány, nem? Igen. Nem, akkor a másik irányba mennénk. Kicsit nyomatjuk a gázt, nem tudom mennyi a műsoridő, ugye? Hogy beleférjünk. Milyen jó fazon, nem? Egyenesen. A kupacot célozzuk meg. De te élvezed ezt a rodeózást? Én minden nap, figyelj, de hát vannak, akik külön építenek erre autókat, hogy elmenjenek az erdőbe rodeózni, meg ilyenek. Én ezt csinálom 12 órában, és tényleg élvezem. Azon át kell menni? Te is élvezed, csak még nem vagy felszabadulva. Át is megyünk. Nem lehet akadály a bukán. És ott az alapanyag. Neki menjek élesbe? Hát igen, de a kanalat azt le kéne tenni ahhoz szól, mert itt nem fogom markolni a sem. Bocsánat. Ez kéne nem. Na most nyom neki a pukkát! Nyom. Ketten érünk ezt felett, nem? Időközben téglavörösre égtek a kemencében a kerámia héj elemek, ezzel a gerendánk külső héja kész, irány az az üzemrész, ahol megtöltik majd ezeket tartalommal, azaz betonnal. Az egymás mellett lévő sok-sok hosszú, asztalszerű pályán párhuzamosan zajlanak az események. Az első lépés a kerámia héj elemek lefektetése. Kézi erővel lefektetik a kerámia héjelemet, téglapapucsot a gyártópályára, több sorba egymás mellé. A téglapapucsot szorosan egymás után, illetve egymás mellé illesztik. Milyen érdekes, hogy szinte mindenre van gépiesített megoldás, de ezt kézzel kell csinálni. Igen, ez egy nagyon speciális folyamat, nagyon pontosan kell egymás után illeszteni a kerámia héjelemet. Tehát nem csak hossz, hanem oldalirányba is. Ezután szintén a kezeké a főszerep, műanyag távtartókat helyeznek el a papucsokban, ezek feladata az lesz, hogy pozícionálják majd az acélhuzalt. A héjelemek lerakása után ugyanis acélhuzalt feszítenek a kerámia héj vájataiba, ettől lesz majd vasbetonnak nevezhető a termék. Az acélhuzalt azért, hogy maximális tartást adjon majd a gerendának, feszítő gépekkel meg is feszítik. Termelésre előkészített acélhúzat egyébként ilyen óriási dobokon tárolják. Mondjuk ezen hány méter acélhúzat? Ezen 18 kilométer acélhúzal és akár fenn lehet. Egy jelen. A beérkezett acélhúzal nem kerül egyből beépítésre, egy külön munkaállomáson készítik erre elő, azaz itt fűzik be a szálakat azokba a kis fémtokokba, amik belefeszülnek majd a gerendák két hosszanti végébe. Fontos lépés ez, hisz ezek az elemek tartják majd feszesen a húzalt, azaz ezektől az elemektől nagyban függ a gerenda tartása, de még érdekesebb, hogy egy kis gyufafejnyi méretű gombra nehezedik majd minden erő. Hát ez az igazán durva. Az nem más, mint ez a kis fej. Ez egy, mint egy szögnek a feje. Körülbelül igen. És ezt tartja az egész húzalt? Igen, ezt tartja az egész húzalt, amit megfeszítünk, és egy szál húzalba 700 kg feszítő erő. 6,9 kN feszítő erő ébred. Ezt úgy tudnám a legkönnyebben elmagyarázni, hogyha a húzal föntről lefele lógna, akkor a végére
700 kilót rá tudnánk bigyeszteni, akkor is megfogja. Még a kifeszítést megelőzően ilyen fémkengyelek is kerülnek a papucsokba, ezek a beépítésnél nyújtanak majd segítséget a szakembereknek. Ezek után jöhet a beton. A betont is itt, a saját betonüzemben keverik ki, majd ahogy minden más, ez is a párhuzamos és merőleges simpályákon jut el a rendeltetés helyére, aztán pedig ezekkel a mozgó betonmixerre hasonlító kocsikkal töltik be a betont a kerámia héjba. Nagyon speciális, nagyon kis frakciójú alapanyagból készült betont használnak, hisz ennek lehetőleg mindenhol be kell folynia, a héj legapróbb mélyedéseibe is. Most elég nagy zaj van itt, és egyébként ez a betonozás egy másik soron éppen zajlik. Az miért ilyen hangos? Betonozás közben a betonterítő egységet és a betonterítő egység mögött található görgősort is vibrátormotorokkal rázzuk. Ez azért pontos, mert ez a vibrálás ez elősegíti, hogy a légbuborékok távozzanak a betonból. Minél alacsonyabb a levegőtartalma a betonunknak, annál magasabb a nyomószilárdság. Ez most itt milyen kötési állapotban van? Egyébként 28 nap kell a betonnak, hogy megkössön. A beton még évek után is köt, tehát több év kell a betonnak valójában, hogy a végleges nyomószilárdságát elérje. Ez itt most egy órás körülbelül. A gerenda egyébként a födémrendszer egyik eleme. A másik elem az úgynevezett béléstest, de az itt kőszegen nem készül. Itt a gerendákon kívül teljesen hasonló technológiával áthidalókat gyártanak. Az áthidalók az ablakok és az ajtók fölé mennek, így teljesen más teherbírással kell rendelkezniük, mint a gerendáknak. Ám mivel mindkettő tartó elem, a hozzájuk használt betont nagyon komoly teszteknek vetik alá. Üzem saját laborjában a más-más kötési időintervallumban járó standard méretű kísérleti betonkockákat különböző szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak teszik ki. Ez a kocka például 20 órát töltött egy 45 fokos kemencében, ezután hajtanak rajta végre töréstesztet. Ez egy teljesen szabványos betonkocka. Ez az előírás, ennek ez a formátuma. Ugye a törések kockában vagy hengerben történnek. Tehát megkaptuk a 3x15-ös kockát. Amikor a törőgépbe behelyezzük, arra kell ügyelni, hogy mindig a párhuzamos oldalak kerüljenek be a gépbe. Amikor betesszük a gépbe, ezt teljesen középre kell állítani. Ehhez van kettő darab készülékünk. Ezekkel tudjuk, hogy teljesen középen legyen. Ez azért fontos, mert ha a készülékben nem középen helyezkedik el a kocka, akkor nem teljesen valós adatot fogunk kapni a töréssel kapcsolatban. Most fogom csinálni a törést, elindítom, nem kell félni, tehát ez nem úgy fog történni, hogy így szétfröccsenik, most megkezdődött a törés, elindult a mutató fölfele. Ami lényeges a törés közben, hogy a megadott törési sebességre kell állítanunk a mutatót, és végig azon a sebességen kell tartani. Ez egyébként ez egy 30-as receptű beton, ami azt jelenti, hogy gerenda betonozására alkalmas. Ugye az érték a szép lassan megy fölfele, a mutatónk az a megadott sebességen van. De mondjuk ez egy jóval nagyobb terhelés, mint ami hogyne. Egy normál épületben éri. Majd mindjárt mutatom, tehát már most nagyobb, ha ez a szám 675-nél nagyobb, akkor már jók vagyunk. Az értékünk ugye 899 kN, de fogok még egyet törni, azt is megmutatom. Tehát ez azt jelenti, hogy a 675-öt meghaladta, tehát az a beton minőségünk megfelelő. Ez volt tehát a 20 órás kötési idejű beton, ami egy kemencéből érkezett a törőgépbe, ezeket a kockákat pedig a hivatalos kötési idő, azaz 28 nap után törést tesztelik, de csak miután eltöltöttek pár napot víz alatt is. Amint látszik, ez a kocka már majdnem a dupláját tudja az előző értékeknek. A fizika órákat, ahol hasonló érdekességek zajlanak, úgy szokták zárni, a kísérlet sikerült.
Ha tehát a labor mindent rendben talált, a gerenda forgalomba kerülhet. Ami még fontos, a betonozás után a gerenda betonozási felületét megérdesítik, ezáltal a beépítés után a rákerülő beton nagyobb felületen tud majd tapadni. A gerendagyártás utolsó lépéseként a beton kötését felgyorsítandó fóliával takarják le a sorokat, így a beton nem adja majd le a hőt a környezetének. A legutolsó lépés a darabolás. A gerendákat olyan méretre szereteli a gép, amilyenek épp a vevő igénye. A napot egyébként egy hatalmas elismeréssel sikerült zárnom, az oktatóm Gabi ugyanis egy gyors talpalón elvégzett nehézgép kezelői bizonyítványa bocsátott az utamra. Nekem is élmény volt, bármennyire is hihetetlen. Jobb volt, mint a te első merítésed? Vágunk, vége van. A videó a Wienerberger támogatásával készült.